ember a ház, rejtelmes épület. Kívülről azok is ismerik vagy felismerik, akik még soha nem jártak a falai között. Belülről pedig a lenyűgöző látványon kívül meg annyi titkot rejt. Amint belépünk az Operaház nézőterére, felpillantunk a mennyezetre. A mennyezeten Lócz Károly nagyszabású falképét láthatjuk, amely kör alakban helyezkedik el, és a középpontja a hatalmas csillár. A csillár köré tornyosul az Olympus hegységét megidéző szekkókép. Ugyanis Lócz Károlynak ellentétben többi munkájával ez nem freskó, hanem szekkó, ami annyit jelent, hogy egy száraz technikával készült, száraz alapra festett mennyezeti kép. A képen ott van Zeus, a főistenség, Apollonnal, vagy a habokból kikelő Vénusszal, aki a szépség születésének a szimbóluma, és nem mellesleg Lócz Károly fogadott lányának, Lócz Kornéliának az arcképét ábrázolja. Lócz Károly és Kornélia kapcsolata különös érzelmekkel volt teli. Kornélia támogatója és csodálója volt a géniusznak, a fiatal éveit mind vele töltötte. Lócz pedig meg is hálálta ezt a nagy önfeláldozást. Művészetének utolsó 20 éve át volt itatva Kornélia különös szépségétől. Számtalanszor lefestette őt, nagy igényű arcképeken, apró rögtönzésekben, és itt az opera szekkóján is, amelyen nem csak a jó istenségek és a szépség, hanem a démonok is megjelennek. Színvilágukban lehet megkülönböztetni a jó istenségeket a rossz istenségektől. A jó istenségek világosak, világos kék lepleik vannak, vörösek, világos az ég körülöttük, kékebb az ég, fehérebbek a felhők. A rossz istenségek, a démonok, a párkák körül sötét felhők sorakoznak, a színviláguk, amikben az alakokat látjuk, sötét színűek, nehezek, viszont az egésznek az az érdekessége, hogy tökéletes harmóniában találkozik a jó és a rossz. De milyen technikával készültek ezek a remek művek? Az operaházon belül minden falfestmény, minden díszítés száraz technikával készül, aminek a mi házunknak az összes freskója kazein kötéssel készült, ami a sovány túrót jelent. Tehát túros festésnek is hívhatjuk ezt a fajta festészet és stílust. Persze nem csak a nézőtér mennyezetét díszítik elképesztően szép és sok jelentéssel bíró festmények. Most a Vörös Szalonban vagyunk, a Királyi Páholy külön bejáratú kis csarnoka. Ma rendezvényeket, estélyeket, vacsorákat, illetve megbeszéléseket bonyolítanak le. És mindemellett turisztikai látványosság is. A mennyezeti kép Tán Mór szekkója. Tán Mór szekkója díszíti a főlépcsőház mennyezetét is, és a Vörös Szalon mennyezetét. Párizs ítélete a kép címe, amikor Párizs a legszebb istennőnek ajándékozza az almát. Ezt a képet, a főképet két oldalán Ceres és Luna, a földistenség és az éjszaka istensége díszíti. Az épület sokrétűsége, érdekessége és szépsége varázslatos, és nem csak az operába járókra van nagy hatással, hanem még Székely Anna Máriára is, aki napjait évek óta itt, ezek között a falak között tölti. Számomra Ybl Miklós zsenialitása nyűgöz le ebben az épületen belül, hogy olyan mesteri tudással és olyan mesterfokon vannak ötvözve stílusok, ez a díszítőfestészeten, a mennyezeti képeken, az építészeti elemeken, az oldalfalak struktúráltságán látszik, hogy itt a Quattrocentótól megtaláljuk egészen a barokkig több stílusnak a fontosabb elemeit, és mégis egy olyan fantasztikus összhangban van összedolgozva minden, hogy ez számomra lenyűgöző.